Üdvözlünk! Mai adásunkban az óriási népszerűségnek örvendő Kroszkovácsi maratonról jelentkezünk. Bár a mountain bike egy aránylag fiatal sportág, napjainkban mégis óriási változásokon megy keresztül. Az a tendencia, amely ma az atlétikára oly jellemző, vagyis a profi pályaversenyek és az utcai tömegfutóversenyek szétválasztása, mára megjelent a hegyi kerékpár sportban is. A hegyi kerékpározás klasszikus olimpiai száma az XC, a profi versenyzők, a rendszeresen versenyszerűen kerékpározók, valamint a verseny utánpótlását adó klubokba rendeződő fiatalok számára nyújt versenyzési lehetőséget. A cross maratonok viszont a tömegek a hobbiból kerékpározók óriási táborát megmozgató versenyrendszerré nőtte ki magát, ahol az XC versenyek elit versenyzői is szívesen indulnak. Hazánkban a legnépszerűbb ilyen versenyek sorozattá nőtték ki magukat. A három legnagyobb cross maraton verseny, a Bükk maraton, a Balaton maraton, valamint a Kroszkovácsi maraton alkotja a top maraton sorozatot. Akik minden a sorozathoz tartozó megmérettetésen részt vesznek, külön értékelésben is részesülnek. A Kroszkovácsi szervezőinek idei újítása volt a prémium nevezés, amellyel a következő szintre igyekeztek emelni a rendezvény színvonalát. Prémium nevezés esetén a rajtcsomag tartalma a megszokotthoz képest VIP parkolókártyával, étel és italjeggyel, technikai pólóval, energiaszelettel, energiaitallal, valamint kedvezménye Salzkammergut trofi nevezési lehetőséggel bővült. A Kroszkovácsi a top maraton sorozaton kívül a Magyar Maraton kupafutam sorozatnak is az egyik állomása volt. A versenyen 5 kategóriát hirdettek. 5 kilométeren családi versenyt és minitávú versenyt 150 méter szint különbséggel, 30 kilométeren rövidtávú versenyt 850 méter szint különbséggel, 50 kilométeren középtávú versenyt 1650 méter szint különbséggel, végül 73 kilométer hosszú távú versenyt 2350 méter szint különbséggel. Most volt itt az első verseny, múlt héten kijöttük gyakorolni. Nem annyira rövid, mint egy kicsi táv, hanem rendes hosszabb sokkal. Nagyon jól esett, nagyon nehéz volt a közepén, felfelé, lefelé. Nagyon köves volt, harmadik lettem, jó volt, nagyon. Jól esett, sérülten jöttem ide, de szép idő van, jó volt a szervezés, nem lehetett eltévedni, az a lényeg, úgyhogy szuper volt. Fölfel elég sok volt, ki is fogott rajtam egy kicsit, de lefele pedig technikás volt sokkővel. Ami idén ugye a vírus miatt adatott, azt kihasználtuk, sokat lemondtak azért, sok versenyt. Munka előtt, után, ebédszünetben, hétvégén meg kell ragadni minden lehetőséget. És szerintem itt a hármunk közül szerintem mindenkinek több bringája van, tehát nem csak egy. De javítsatok ki, ha nem így van. Úgyhogy igen, mindenkinek több van, több fajtát kell kipróbálni. Elég rövid volt a pálya, úgyhogy nagyon nem volt kedvencem. Az emelkedő egy picit rajtam is kifogott, de csak a nagyon kövessége miatt amúgy jó pálya volt. Lefelé észre kellett jönni, mert azért elég nagy köves, rászkódós, de nagyon jó volt, jól éreztük magunkat. Hogy őszinte legyek, én csak ezt próbáltam eddig. Én vagyok a kilógó a csapatból, vagy a hármos csapatunkból. Én csak montizom egyelőre, de már gondolkozom a versenybringán is, hogy érdemes lenne kipróbálni. Igen, először voltam itt eddig, nagyon jó a táj is, tényleg gyönyörű, meg nagyon kellemes a város is, amit láttam belőle. Nagyon szimpatikus, úgyhogy jó hely, és jó, hogy örülök, hogy eljöttem. A Kroszkovácsi verseny keretében rendezték meg 2017-ben Magyarország első elektromos mountain bike maraton versenyét. Ezt a hagyományt folytatva idén is szeretettel vártak a szervezők minden e-bike rajongót Magyarország második pedelek mountain bike versenyére. A versenyt 50 kilométeres távon rendezték, amely megegyezik a Kroszkovácsi mountain bike maraton rövid távjának pályájával. A szintkülönbség 1650 méter volt. Elméletileg csak pedelekkel, ami azt jelenti, hogy 250 wattos motorteljesítmény van maximalizálva, illetve 25 km/h segíthet rá, és a pedálnak a nyomatékát mér, és ahhoz képest ad százalékosan rá, tehát gázkarral nem ad teljesítményt a hátsó kerékre. Sokan mondják azt, hogy ez nem sport, de ahhoz képest nagyon kevesen jönnek el velem biciklizni, olyan távokat megyek, és olyan nehézségi fokon, ami szerintem normális biciklivel nem teljesíthető. Én soha nem az ellenfelekkel foglalkozok, hanem magammal, ugye 100 éves motocross pályafutásom, meg enduro után,
tehát első szeretnék lenni. Azt tudom, hogy hasonló biciklivel megyünk mindketten, jó barátom, aki nyert. 20 kilóval könnyebb, hát ez a 20 kiló, ez azt gondolom, ez nem volt előny, hát ezek szerint jobban is teker. A hagyományos versenyekhez képest most még szokatlan technikai feltételeknek is meg kell feleljenek a versenyzők. Ezek között kiemelten fontos, hogy csak pedelek technológiával felszerelt e-kerékpárokkal indulhatnak a versenyzők. A pedelek szó a pedal electric szavak összevonásából képződött, és olyan kerékpárt jelent, amely elektromos rásegítéssel és pedál fordulatérzékelővel van ellátva. Ahhoz, hogy az elektromotor erejét igénybe vehessük, szükséges az is, hogy mi magunk is tekerjünk közben. A versenyzők 0-tól 504 wattóra alatti férfi és női, valamint 504 wattóra feletti férfi és női pedelek kategóriában indulhatnak. A versenyt megelőzően a versenyközpontban a Kroszkovácsi színpad előtt minden versenyzőnek meg kell jelenni a gépátvételhez. Minden akkumulátort matricával és aláírással látnak el. Az induló kerékpárjai lehetnek középmotorosok és agymotorosok is. Ezen kívül a verseny ideje alatt akkumulátort cserélni tilos. 12 éve élek Nagykovácsiban, és tulajdonképpen azt hiszem egy-két kivétellel majdnem mindegyik Kroszkovácsin itt voltam kint, mint szemlélődő, tehát nem indultam sajnos a versenyen, mert annyira nem vagyok jó biciklista, bár biciklizem egyébként, de szerintem nem mertem magam megmérettetni így a hegyekben. Meg hát a főszervezőt Mátyus Attilát nagyon ismerem, jóban vagyunk, több barátom segédkezik itt, úgyhogy egyébként meg most az Attila meghívott szintén. Sportoltam, én NB1 ifis kézilabdás voltam, utána nyilván nagyon sokat fociztam, meg stb. Ilyeneket tettem, aztán ez nyilván elmaradt, utána maradt az edzőterem, biciklizés itt a faluban, azért az is megtörtént, de hát most ez a karantén helyzet, ami volt, ez borzalmas volt, mert nyilván az ember elhatározta, hogy na, amikor itthon kell maradni, hiszen volt egy 3 hónap, amikor nem mentünk itthonról, hogy akkor most minden nap sportolni fogok, és szerintem 17-18 centinétert mozogtam összesen, tehát semmi mást. Úgyhogy ez elég nagy baj, de most már nagy elhatározások vannak, hogy újra, úgyhogy itt már fűznek mindenféle biciklikkel, hogy vegyem meg őket, vagy kezdjünk el, meg az e-bike-okkal szemezgetek. Úgyhogy most ez történt, az elmúlt fél órában e-bike-okat próbálgattam ki, úgyhogy szerintem nem sokára lesz egy e-bike-om. Ez a környék arra való, hogy tényleg, hogy az ember neki induljon biciklivel itt a hegyeknek, és tényleg nagyon jó. Csak hát mivel már ugye a korban benne vagyunk és minden dologban, így ez a kicsi elektromos rásegítés, az szerintem jó, ha van. Azt hiszem, ez mindannyiunkat megvisel, az, ami most történik körülöttünk, hogy semmi sem biztos, bizonytalan minden. Júniusban elmaradt a hagyományos júniusi Kroszkovácsink, de mi nem mondtunk le arról egyébként, hogy ebbe az évben meg fogjuk teremteni ennek a versenynek a lehetőségét. A kedves barátaink, ismerőseink, a ismerős arcok itt vannak. Én nagyon boldog vagyok attól, hogy ebben a vírusos időszakban is kijöttek ide, nyilván mi is felkészültünk. Ha itt körülnézel, akkor láthatod, hogy különböző információs táblák vannak, ami még nem előzi meg a vírust, de kitettünk kész fertőtlenítőket, sűrűbben takarítjuk a mosdókat, a WC-ket, megpróbáljuk mindent betartani, amit csak lehet egy ilyen terep sportban, nyilván ez nem egyszerű dolog, de én azt gondolom, hogy akik ide most eljöttek, egy fantasztikus eseménynek lehetek a résztvevői, már csak azért is, meg kitűnő az idő. Hála Istennek feloldották a tilalmakat. Sok olyan dolog van, ami azt gondolom, hogy javított a helyzetünkön. Tehát próbáltunk a hátrányból előtt kovácsolni. Sokkal több időnk maradt arra, hogy a pályát rendbe tegyük, lenyírjuk a füvet, rendbe tegyük az egész nyomvonalat. Sokkal több idő maradt a felkészülésre számomra. Én nekem ez jó volt, ez a nyári sziesta időszak, amikor többet tudtam foglalkozni ezzel az egész dologgal, és én azt gondolom, hogy meg is látszik ez most a versenyünkön. Nem gondolom, hogy rossz versenyt szoktunk csinálni, de én azt mondom, hogy most a pálya, a nyomvonalvezetés, a pálya kijelölés és minden úgy van megcsinálva, ahogy én azt elgondoltam. Most pedig rövid híreink következnek. Szeptember 29-e és október 1-e között Csehországban vette kezdetét a 2020-as hegyi kerékpáros világkupa sorozat. A magyar színeket Benkó Barbara, Spiddel Regina és Vaskata Blanka, valamint Palumbi Zsombor képviselték.
Az U23-as lányok futama nem kezdődött túl jó előjelekkel, Vaskata Blanka már az első kanyarban elcsúszott, minek eredményeképpen az utolsó helyre esett vissza. A versenyt végül az 5. helyen fejezte be, ami első éves U23-as versenyzőként egy egészen kiváló eredmény. Vaskata Blanka teljesítményével 40 UCI pontot gyűjtött, miközben Schmidden Regina a 25. helyen zárt, így ő egy ponttal gazdagodott. A futamot az olasz Giorgia Marchet nyerte, a női elitben Benko Barbara 24. helyen zárt, ezzel 58 világranglista pontot szerzett, míg a férfiaknál Palombi Zsombor a 101. pozícióban gurult át a célvonalon, amely 3 pontot ért. Előbbi futamban a francia Loane Legomte, utóbbiban pedig a dán Simon Andreassen lett az első. A következő világkupa futamot a csehországi Nové Mesto na Moravében rendezték. Október 3-án szombaton állhattak rajtoz a 23 éven aluli lányok és fiúk. Előbbiek futamát a holland Carmen del Ceylin Alvarado nyerte az olasz Marika Tovó és a francia Hélén Klauzál előtt. Miközben Vaskata Blanka ezúttal is remekül versenyezve az előkelő 6. helyen zárt, ezzel 35 UCI világranglista pontot gyűjtve. Blanka a győzteshez képest bő 2,5 perces hátránnyal ért célba. Schmidden Regina a 32. pozícióban gurult át a célvonalon, sajnos ezúttal így pont nélkül maradt. Az elit hölgyek futamában a francia Pauline Ferrand-Prévot bizonyult a legjobbnak. Benko Barbara sajnos nem ért célba, míg a férfiaknál a brazil Henrique Avancini győzött. Palombi Zsombor 85. lett, ezzel 3 pontot szerezve. Nem találták megfelelőnek az elektronikát, így nem indulhat az e-mountain bike világbajnokságon a 3 fős magyar csapat. A gyerekcipőben járó e-bike versenysorozatban az e-Powers által gyártott elektromos kerékpár Giro d'Italiát nyert tavaly ebben a kategóriában. A mountain bike világbajnokságról azonban ugyanezt a technikát kizárták. 3 fős magyar csapat utazott az idei mountain bike világbajnokságra, hogy a kategória elektromos kerékpároknak szervezett versenyén is kipróbálhassák magukat. A versenyre az e-Powers által gyártott kerékpárokkal utaztak, amely bringák a Giro E-n bizonyítottak, a győztes is ezen ülve haladt át a célvonalon. A gépátvételkor azonban a magyar csapat kerékpárjainak elektronikáját kifogásolták, így nem indulhattak a világbajnokságon. Pozitív koronavírus tesztet produkált szeptember végén Lovasi Patrik Rómeó, a pályakerékpár sprint futam felnőtt országos bajnoka, aki így nem vehetett részt az október 8-tól 13-áig tartó olaszországi U23-as Európa bajnokságon. Szeptember 29-én az EB kiutazás előtti kötelező teszten Rómeó pozitív mintát adott az új típusú koronavírusra. Bár az azt követő teszt már negatív lett, sajnos a korosztályos megmérettetésen a jelenleg érvényben lévő protokoll miatt nem vehet részt, ami nagy veszteség, hiszen sprintben és keirinben is az esélyesek között indult volna. Utóbbiban junior Európa bajnok 6. helyezett. Nagyon szigorú szabályai vannak annak, hogy egy válogatott sportoló hogyan és mikor térhet vissza újra a versenypályára, ha pozitív mintát adott. A versenyző jelenleg karanténban van, tünetmentes, a keret többi tagjánál nem mutatott fertőzést sem az első, sem a második teszt, mondta Pataki Ibolya, a Magyar Kerékpáros Szövetség pályaszakágának szövetségi kapitánya. Jelenleg az a legfontosabb, hogy Rómeó a november 11 és 15-e között rendezendő felnőtt bulgáriai EB-n részt tudjon venni. Ha minden jól megy, október 24-én megkezdik a kötelezően előírt vizsgálatokat, és akkor a sportorvosi engedélyt is visszakaphatja, tette hozzá a kapitány. Vaskata Blanka remek versenyzéssel ezüstérmes a női U23-as mezőnyben a hegyi kerékpárosok Leogangban zajló világbajnokságán, mindezt első évesként elérve a rangos mezőnyben. A 19 esztendős magyar versenyző 1 perc 11 másodperces lemaradással végzett, másodikként a győztes francia Loane Legomte mögött. A 3,6 km hosszú, 210 méternyi szintet tartalmazó pályán 4 kör várt a 39 résztvevőre. A rajtot követően a francia Loane Legomte indult meg, pillanatok alatt 20 másodperces előnyre szertéve, miközben Blanka az esélyesekkel tartotta a lépést. Az amerikai Hayley Batten próbált Legomte után iramodni, ám túl hamar ellőtte a puskaporát, Blanka a második kör elején előbb utolérte, majd meg is előzte tengeren túli riválisát. A táv második felére fordulva a francia lány magabiztosan tartotta bő 1 perces előnyét, mi alatt a harmadik helyre a cyclocross világbajnok holland Céline del Carmen Alvarado kapaszkodott fel. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT.